Szerdától a kolozsvári magyar diákság veszi át az uralmat a város felett, legalábbis tőlük lesz visszhangos a fűtír és természetesen a hója. Hogy idén milyen programokat szerveznek, mekkora lesz a megmozdulás, arról vendégeim jóval többet tudnak. Sipos Dóra főszervezőt és Burján Tündét, a kolozsvári magyar diákszövetség kommunikációs felelősét köszöntöm a stúdióban, sziasztok! Szép jó napot kívánunk! Szép jó napot kívánok, szerintem fogjuk lazábra ezt a történetet, hogyha beleegyeztek. És akkor hát kezdjünk azzal, hogy ez egy jubiláló, évforduló, nagyon sok éve szervezitek ezt az eseményt, az idén mire lehet számítani, nem tudom, kire nézek, mondjuk a főszervezőt akkor. Tartjuk a megszokott rendszert, a programjaink nagyjából megmaradtak a tavalyiak, de ezen kívül mindenképp szeretünk volna behozni több újítást is, annak ellenére, hogy a program elég telített, és a csapat háromnegyede nagyjából lefoglalt mindig, minden órában. Mégis sikerült mind a három nagy csoportba behozni egy-egy új programot a sportokhoz, a kultúrához és a kocsmasportokhoz is. Hány csapat jelentkezett az idén? 58 csapatunk van, ami pontosan 1983 résztvevőt jelent. Negyik csapatban tudni kell, hogy nagyjából 32 és 35 személy között vannak jelen itt tagok szempontjából. Ezen kívül pedig van 137 lelkes önkéntes szervezőnk, akikkel dolgozunk, most nap mint nap egyre többet találkozunk, és pont erről beszéltünk az előbb, hogy nagyon keveset alszunk az utóbbi időben, mert folyamatosan ott vagyunk az irodánkban, és dolgozunk azon, hogy ez az 1000 akárhány diák nagyon jól érezze magát ezen a héten, úgyhogy nagyon-nagyon készülünk. Hát épp azt akartam kérdezni, hogy lehet ezt koordinálni. Ugye, aki ebben benne van, annak megvan a maga flója, de aki úgy szeretne ehhez kapcsolódni, csatlakozni, hogy nem részt vesz effektíve valamelyik csapatba, az hogy tudja megtenni? Azoknak mit kínáltok? Mindig elmondjuk, hogy egy diáknak, amikor feljön Kolozsvárra, szerintünk olyan október végén már elkezdődik a felkészülés a diáknapokra. Ha szervezőnek jelentkezik, vagy ha egyszerűen részt szeretne venni és ki szeretni próbálni ezeket a programokat, nekünk is szervezőknek már januárból elkezdődik a munka, és akik a programok másik oldaláról szeretnék látni azt, hogy néz ki egy ilyen rendezvény, ők márciusban jelentkeznek, hogy a szervezőkkel konkrétan márciustól foglalkozunk, és fel vannak osztva a különböző kategóriákba. Amik a kultúra, kocsmasportok, sport, ugyanúgy foglalkoznak adminisztrációval, kommunikációval, ugye van a bulisátorért is felelős csapat, illetve azt hiszem mindegyiket elmondtam. Igen. Hát ez jó tapasztalat egy önkéntes számára. Nézzük meg akkor, milyen ütemterv szerint zajlik. Ugye egy flashmobbal kezdődik menetrendszerűen, mikor, hol lehet ezt látni? Tehát a főtéren ugye 13 órakor, azaz délután 1 órakor gyűlnek a csapatok. Akkor lesz a csípős flashmob is. Azután pedig elindul a felvonulás Törökvágás fele, ahol a csapatok bemutatkoznak, ugye minden csapat megtartja a saját bemutatkozóját, bemutatkozik a szervezteam is, nekünk is van egy saját produkciónk, és ott ismerjük meg igazából az összes csapatot, hogy milyenek és hogy hogyan is készült. Már nagyon rég készült, mit tudtak összehozni a bemutatkozóra, illetve az idei diáknapokra. Minden évben volt tematika, az idén mivel készültetek? Mivel ez a 25. év, ugye szeretnénk mindenképp visszatérni a kezdetekhez, ez egy jubileumi év, ahogy nevezzük szülőnap is. És ilyen fiatalos nosztalgiázás. Igen, pontosan. Nekünk biztos az. Nekünk igen. És szeretnénk visszahozni az elemeket zeneileg, akár kellékileg, tárgyilag szeretnénk minél több elemet visszahozni a 90-es évekből, de ezen kívül egy visszatekintés is számunkra, olyan értelemben, hogy visszatekintünk mind a 25 év, tehát az elmúlt 25 év KMDSZ diáknapjaira, és ugyanúgy ez a csapatok számára is egy visszatekintés, főleg azok, akinek már lassan 10, vannak olyan csapatok, hogy több mint 10 éves múltjuk van, számukra is ez egy ilyen visszatekintés, nekik is egy jubileum, úgymond. Hát ezek már nem diákok, vagy ha igen, akkor gáz, vagy hogy mondja ezt? Nem mindenki diák már, vagyis hogy a csapatok azok megmaradtak ilyen nagyon sok éven keresztül, viszont nincs olyan diákunk, aki 10 éven keresztül folyamatosan diáknapot ott visszajárnak külsősként, meg megnézik a programokat, meg eljárnak az esti tevékenységekre, de már nem diákok. Hát néhány programot az járuljatok el, meg mi lesz a következő napokban majd ugye a flashmobos nap után, az indítás után? Ugye szerdán elkezdődik, meg lesz felvonulás a bemutatkozók, csütörtök, péntek és szombaton vannak a sport, kocsmasport és kultúra feladatok, illetve vasárnap zárjuk a diáknapokat a majálissal,
és ott bográcsolni fogunk, és ugyanott lesznek ott is előadások. Esetleg idén az újítások, ugye 3 játékot hoztunk be, a megszokottak mellett például az ilyen, hogy kézilabda, kosárlabda, futball, behoztunk egy olyat, hogy lézertag, aminek az a lényeg igazából, hogy egy Counter-Strike-hoz hasonlóan a klánonként egymás ellen versenyeznek, és az minél több, tehát le kell győzzék az ellenfél csapatot. Ezen kívül behoztunk egy dance-betölt kultúra kategóriában, ahol a klán, ugyancsak a klánok meg tudják méretetni tánctudásukat előkészített táncokkal is, és improvizációval is. Illetve a kocsmasportokhoz is behoztunk egy kicsit komplexebb játékot, mint egy klasszikus kocsmasport, a Jengát, aminek az a lényege, hogy ilyen építeni kell egy tornyot, tehát úgy, hogy kiszedik a rudakat, és minél magasabb kell legyen a torony. És miből lesz a torony? Ilyen kis farudakból áll össze, akik nem ismerik. Tehát nem sörös ládákból? Nem. Tehát ez ilyen klasszikus, ilyen akár sakhoz, vagy ilyen, nem feltétlenül sakhoz, de ilyen, ilyen türelmet megpróbáló játék. Bulik, koncertek? Lesznek, idén sem maradnak el, sőt úgy gondoltuk, hogy mivel ide jubilálunk, meg ünnepeljük a 25 éves diáknapokat, ezért megleptük a diákokat két nagy fellépővel, az egyik a Halott Pénz, akik jártak már nálunk, és a második pedig az Airi Mafia, ők is jártak már nálunk 2010-11 környékén, ha jól tudom, úgyhogy abban a témában, meg abban a jegyben maradva, hogy visszahozzuk a régi elemeket, és visszahozzuk a régi zenekarokat is, úgy gondoltuk, hogy nekik most itt helyük van az idei diáknapokon. Nem csak egy nosztalgikus felütés mentén. Az elmúlt napokban, vagy talán ma olvasni lehetett arról, hogy hát nem, hogy számon kérnék, de hogy néhányan kíváncsiak lennének arra, hogy milyen költségvetésből dolgozik a KMDSZ. Ezzel kapcsolatosan mit tudtok elmondani? Természetesen kíváncsiak a diákok erről, ez nem egy olyan dolog, amiről nem beszélünk, sosem titkoltuk ezt a dolgot, ezért is gondoltuk úgy, hogy akkor most nyilvánossá tesszük ezt a költségvetésünket, amiből dolgozunk. Nincsenek itt rejtegetett dolgok, bárkinek bármit megválaszolunk, ez egy kérdés volt, egy petíció formában. Úgyhogy alapvetően arra voltak kíváncsiak, hogy nagyon sok a résztvevő, ők valamilyen összeggel ugye beszállnak ebbe a történetbe, ezen kívül támogatások vannak, és hogy ha ezt összeadjuk, akkor van egy végösszeg, ebből hogyan áll össze a buli, a történet, tehát akkor azt mondjátok, hogy ez így teljes mértékben argumentálható. A költségvetésünk különböző tételekre van lebontva, és a weboldalunkon megtalálható, hogy mit miből fedezünk, és hogy mi mennyibe kerül konkrétan az összeg, összesen és per diáknapozó, hogy nekik per személy mennyibe kerül nekünk egy diáknapozó. Mit terheli a leginkább a költségvetést egyébként, ha már ilyen technikai dolgokról beszélgetünk? A buli helyszín és az esti programok. Ezek azok, amik elviszik a többségét az összegeknek. Rendben, hát akkor fussuk még egyszer végig a menetrendet, és hol tud, főleg azokat a momentumokat, ahol a nagy közönség is csatlakozni tud ehhez a maratonhoz. Hát a szerdát én mindenképp kihangsúlyoznám, mert akkor lesz a legszenzacionálisabb, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, pillanat a diáknapoknak ez a felvonulás, amire mindenkit várunk, és biztos akarva, akaratlanul hallani fogja mindenki Kolozsváron, hogy elkezdődtek a diáknapok, mert ilyenkor, amikor 2000 diák ott áll a főtéren, és skandál, és újong egymásnak, és szaladgál, akkor azt nem lehet csak úgy elkerülni. Meg az esti kezdőparti is ígéretesnek hangzik egyelőre. Azon kívül pedig pénteken lesz a Halott Pénz koncert, és vasárnap lesz az Airi Mafia, azon kívül pedig minden este itthoni DJ-k, lemezlovasok fogják a hangulatot biztosítani kint törökvágáson a sátorban. Azon kívül pedig minden program ott van a weboldalon, meg lehet tekinteni, hogy hát bárhol keressenek rá, én szép időt, sok sikert kívánok hozzá, lányok, köszönöm szépen, hogy befáradtatok. Köszönjük. Mi is.